de ott tartottunk az előző adásba, hogy megnéztük, hogyan kell kereskedni, meg egy picit belementünk ebbe, ja, bocsánat, hogyan kell befektetni, meg egy picit belementünk a kereskedés részébe is. És ö, evidens, hogy téged ajánlunk ilyen szempontból, hogy tőle tanuljanak a fiatalok. Azt még elmondom, hogy én honnan tanultam, mert amikor én elkezdtem ezt a kriptót, akkor először volt ez a Whiteboard kriptót, tudod, ez az a amerikai Csávó, aki ott animációkkal csinálja. Utána meg valaki mondott nekem, hogy Discord szerveren lehet tanulni. Mm -hmm. És akkor én amúgy nagyon hülye voltam a Discordhoz, nekem tesóm használta a Discordot, és fel sem tudtam telepíteni a telómra szinte, vagy felment az applikáció, de így nem nagyon tudtam vele közlekedni. És akkor tesóm segített, ott felmentem szerverekre, ilyen magyar szerverekre. Voltam a... Hú, nem tudom, ismersz ilyen magyar szervereket amúgy? Hát Boldog. a saját tomat, <gillan> <gillan> igen, de amúgy nem, nem. Tehát így a magyarokét alapvetően nem. Én már azért az én tudásom is, ahonnan jön manapság, az már a külföldiek között is azért egy nagyon felső rétegben vagyok, hál' benne. Úgyhogy én nyilván már ezt leszűkítettem, hogy honnan szerzek információt ilyen szempontból. Mert én voltam a, azt hiszem Coinbase-nek hívták először, utána volt a Kriptokata, nem tudom, azt ismerni igen, a <gillan> Nekem annyira nem voltak jók azok az anyagok. Tehát nekem az kicsit olyannak tűnt, mintha egy angol, angol szöveget lefordított volna valaki, és akkor azt így át akarja adni nekem. És utána volt egy szerver, ami tök jó volt, magyar, az a neve, hogy Cryptofolio, vagy Cryptofolio Hungary, nem tudom, mi a pontos neve, de az nagyon fasz volt viszont, mert volt egy csávó benne, aki nem is tudom, hány éve kereskedik már. Az arcát még nem vállalta fel amúgy, de nagyon durva, hogy beszélgettünk, és tök jó, tök jó fejcsávó és ő nagyon sokat tanított nekem, meg nagyon jó mm -hmm. anyagok voltak fent. Általában úgy voltunk, hogy én nem mindig értem rá, tudod, hogy ott legyek a live-okon, meg visszanézzem, meg ilyenek, de ilyen tök jó összefoglalók ott voltak, azokat elolvastam, aztán én nagyjából megértettem a lényeget. Azt nem mondom, hogy kereskedni elkezdtem, mert fizikálisan nincs rá időm, hogy ott üljek a csártok előtt, viszont a fundamentális alapokat így tök jól megtanította nekem, meg azt, mm -hmm. hogy milyen fajta portfóliót építsek. Pont ezt mondtam, mint amit te is, hogy, hogy osszam szét ezekre a szegmensekre. Úgyhogy ilyen szempontból nagyon jó volt. De ne is húzzuk ezt tovább, mert van egy izgalmasabb témánk. Melyikkel kezdjünk? Metaverzum vagy NFT? Szerintem Metaverzummal inkább. Kezdjük igaz. a Metaverzummal. Oké, és akkor vegyük fel ugyanazt a szerepet, mint az előző adásba. Én Kristó vagyok, tudom azt, hogy Metaverzum, és semmi más nem tudok róla, csak azt, hogy a Facebook átnevezte magát Metára, és ez valószínűleg nagy dolog lesz, meg nagy durranás. Hogyan mutatnád be nekem ezt az egészet nulláról? Alapesetben itt a Web 3.0-ról kell beszélni. Okay. Tehát ugye van, volt az 1.0, ahol lényegében e-maileket küldtünk egymásnak, a 2.0, ahol van az Instagram és a Facebook, és most ez a 3.0 egy olyan közösségi hálózatot épít ki, ami, ami decentralizálja a közösségi hálókat. Tehát konkrétan nem egy központi cég, mint jelenleg mondjuk a Facebook lesz az, aki gyűjti a mi adatainkat, és azon keresztül lépünk kapcsolatba, hanem mi vagyunk azok, akik megszavazzák azt, hogy milyen szolgáltatások kerüljenek előtérbe, mert maga a közösségnek az ereje az, hogy én szavazok valamire, vagy én használok valamit, az fog egy projektet előretolni. És ezek a metaverzumok tulajdonképpen így egy egymásra épülő világokat is jelentenek ilyen szempontból, és ez a decentralizáltság segíti azt elő, hogy szerintem egyrészt az emberekhez közelebb hozza azt, hogy kapcsolatba léphessenek egymással, az információkat jobban megosszák, és könnyebben ki tudjuk szűrni azokat a tartalmakat, ami, ami hát úgymond átverés, meg azokat, ami sokkal hasznosabb. Én ezt látom, hogy a közösségnek az ereje fog sokkal jobban érvényesülni, és ugye az, hogy egy metaverzum hogy fog kinézni, ott van például ez a Ready Player van című film. az jó. Igen, tehát hogy azért oda, mire eljutunk, hogy te tényleg érzel mindent a metaverzumon belül ugyanúgy, mint a való világba, az nyilván még jó pár év, én egyébként ezt a kiterjesztett valóságot látom első körben megvalósulni, hogy felveszünk egy szemüveget, és akkor egy holografikus tévét bárhova fel tudunk tenni a falra. Tehát szerintem ez a kiterjesztett valóság lesz az első, ami bejön. És a metaverzumok között ez a metaverzumos játékok, ez a play-to-earn szekció az, ami most nagyon sokat fejlődik. Ugye ez azt jelenti, hogy én azzal keresek pénzt, hogy játszok. Igen. És amúgy most már bejön a stream-to-earn is, tehát a, az a keresek pénzt, hogy igazából nézem azt, aki streamel. És Amen. bejön most már a listen-to-earn is, hogy azzal keresek pénzt, hogy én hallgatom a kedvenc előadómat. Tehát itt, itt ezt kell látni, hogy a metaverzum az azt jelenti, hogy téged bevonnak abba az adott dologba, ki vannak hagyva azok az elemek belőle, amik mondjuk adott esetben egy zenész jelenleg, hogyha kiad egy albumot, akkor ugye rengeteg olyan háttér ember van, aki eltesz egy csomó pénzt, de sose látjuk őket, tehát ugye a kiadókat meggyőzni, meg azokba a sémákba beletenni azt a zenét, amit, amit megkövetelnek ezt a világot tágítja ki szerintem a metaverzumi, így kell erre nézni első körbe, és maga a decentralizáltság pedig növeli a közösségnek az erejét minden szempontból. Maguk ezek a játékok, amik most kijönnek egyébként, ugye a, a manával, meg a sandbox lehet Igen. most játszani. Lesz egyébként egy olyan játék, hogy Illuvium. Azt láttam. Ez egy kicsit hasonló a Pokémonhoz, hogy így ugye befogsz egy szörnyet, fejleszted, és akkor ők csatáznak egymással ez fog nem sokára megjelenni. Van egy olyan játék, hogy TCG World, ez is nagyon érdekes. Ez kicsit amúgy ilyen GTA-s, de kicsit vadabb, mert is lehet benne repülni, úgyhogy az is nagyon jónak tűnik. Ezek fognak most amúgy a leghamarabb megjelenni, és idén az év második felébe egész sok ilyen játék most már kijön, és én is arra leszek kíváncsi, hogy hogy fog érvényesülni benne az a rendszer, hogy a te befektetett időd és energiád az pénzt tud neked termelni. Meg itt pontosan az a kérdés, hogy mennyi pénzt tud neked termelni. Tehát, hogy tényleg elképzelhető -e az mondjuk Magyarországon két év múlva, mint ami most a Fülöp-szigeteken volt, azt hiszem, hogy, hogy ott már van, aki full time-ba ex infinity játszik, és hogy több pénzt keres, mint hogyha elmenne dolgozni, vagy legalább annyi pénzt keres. És te elképzelhetőnek látod e hogy mondjuk Magyarországon is eljönne egy ilyen, hogy a játékkal annyi pénzt lehetne keresni mondjuk hogy mondjuk ilyen 200-300-400 ezer forintot meg lehessen keresni, amilyen átlag, kicsit átlag fölötti bevétel, mondjuk úgy két-három év múlva. Tehát fog-e ott járni a technológia? Szerintem igen, bár nagyon fontos, hogy, hogy legyen résen az ember, mert ezek a játékok nagyon gyorsan drágák lesznek. Tehát most a Sandbox is ugye nem rég jött ki, igazából tavaly év végén, és most már simán van olyan, hogy félmillió dollár egy földet megvenni benne. Ja. Tehát az illuvium is egyébként most ott tart, hogy ilyen egyetérium földeket venni. Egyébként még nem lehet, tehát most fog megjelenni a földárusítása, és már alapból egyetériummal kezdik. Na most, hogyha valaki még ide be tud ugrani az elején, az könnyen az a földterület egyébként fél éven belül 20 vagy akár 50 etériumot is érhet. Tehát, hogyha valaki szemfüles, elcsípi ezeket a projekteket időbe, be tud szállni, akkor meg tudja azt valósítani, hogy megéljen belőle. Bár ez nagyon fontos látni, hogy ezek a játékok limitálják azt, hogy hány ember játszik. Tehát mondjuk az NFT-knél is úgy általában ez a tízezer darabos kollekciókat látjuk. Ez a játékoknál is így van, hogy limitált a földterület, limitált az a token mennyiség, amit kiosztanak, és nyilván ezért egy szűk kör lesz az, aki igazán úgymond meggazdagszik ebbe, de nyilván aki beleteszi az időt, energiát, az előrébb tud majd jutni. Most ez lehet, hogy egy hülye kérdés lesz, de így nagyjából magyaráz már, hogy mondjuk a, nem tudom, az ex Infinity-t mennyire ismered. Igen, igen, is. Hogy ott például honnan jön a pénz? Tehát honnan jön az a pénz, amit úgymond szétosztanak az emberek között? Mert ez az, amit még így nem teljesen látok át én sem. Hát ugye maga a token, mindegyikhez csinálnak egy natív tokent, mindegyiknek van egy saját tokenje, és az abba beáramló pénz felnyomja annak a tokennek az értékét, és van egy olyan fogalom, amit úgy hívnak, hogy tokenomika, ez azt jelenti, hogy te hogy osztod ki a tokent, tehát mi csinálunk mondjuk egy milliárd tokent, azt mondom, hogy 5% marad a fejlesztőknél, 10% megy a marketingre, és mondjuk 20% lesz az, ami úgy cirkulál, hogy az folyamatosan a, játékok, a játékosok között ki Osztásra kerül. És akkor, amikor megkapja a játékos, akkor ő eldöntheti, hogy ő eladja, és abból mondjuk dollárra eladja és kiveszi a pénzt, vagy visszaforgatja a játékba, és mondjuk, mint az X-Infinity, bevesz egy még erősebb figurát, és játszik azzal tovább. Tehát ez mindig döntések sorozata, és én egyébként azt ajánlom, hogy jobb visszaforgatni mindig ezt a pénzt, mert egy-két év távlatában sokkal nagyobb hasznot lehet itt termelni, mint hogyha mindig kiveszed, mert akkor mindig csak ugyanazon a szinten tudsz maradni. Mm -hmm. Oké, és teljesen értető addig. <gül> <gül> tegyük fel, hogy akkor én el szeretnék kezdeni játszani egy ilyennel, egy play to mondjuk ezzel az illuviummal. Hogyan tudom ezt elkezdeni? Mi kell hozzá? Mennyi pénz kell hozzá mondjuk? Mennyi idő kell hozzá? Hát kell egy decentralizált tárca, mint a Metamask. Okay. Nem tudom, ez megvan-e neked? Vagy... Meg, persze. Megvan, jó. <laughs> Tehát a Metamask ugye egy decentralizált tárca, mindig ezeket tudod hozzácsatlakoztatni az adott játékhoz és most még az Illuvium nem jelent meg, de én azt mondom, hogy jelenleg a tokenje ilyen 5-600 dollár körül van, egy darab Illuvium most token, szerintem legalább egy darab az kell majd ahhoz, hogy elkezd a játékot, tehát biztos, hogy a legolcsóbb figura is egy Illuvium lesz, és akkor azt a token mennyiséget kell megvenni, megvenni egy figurát, amivel játszol, egy karaktert, a földterület egyébként én azt látom, hogy nem kötelező a játékokban, az egy ilyen plusz opció, hogy mondjuk, ha van földed, akkor a jutalmaidat a te földeden mondjuk be tudod fektetni, és akkor az még többet termel, tehát így be tudod sztékelni. Úgyhogy mindig vannak opciók, amit ki tudsz használni, de szerintem ilyen 500-600 dollár, vagy mondjuk 1000 dollár az a, az a mennyiség, amivel már úgy be lehet ugrani az elején ezekbe a játékokba. Mennyi idő kell erre? Hát attól függ amúgy, hogy hogy fejlődik az ökoszisztéma. Tehát, hogy tényleg a fejlesztők ezt mennyire viszik előre. Most például a Sandboxnál én azt látom, hogy tavaly évvégén nagyon felhype viszont most kicsit lelassult a fejlődés, már nem tudom, már a harmadik alfája van, vagy bétája, és még mindig nem jött ki a játék. Tehát itt megint a fejlesztőkre vagyunk utalva, hogy ők adnak egy ígéretet, és ez teljesül, vagy nem. Oké, okay, és tudsz -e ezeken kívül, más ilyen play játékokat, akár magyar, hogyha ha van ilyen? Mm, így kifejezetten magyarról egyébként nem. Magyarországról, amit mondanék, az e-sport rendezvényekkel kapcsolatos token, ezt egyébként úgy hívják, hogy metaplayers.gg, és az a rövidítése, hogy FPS ő ez a Gamerland nevű e-sport rendezvényes hely van egyébként itt Budapesten, és ez Közép-Európából, konkrétan Magyarországról indul ki ez a projekt, és az a nagyon érdekes benne, hogy például jelenleg is esik a piac, és a top növekedő projektek között ez benne van. Tehát amúgy világszinten ez egy nagyon friss projekt, de világszinten szerintem ki tudja magát nőni. Úgyhogy ez egy e-sport rendezvényekre épül, tehát ugye a rajongók majd a játékosokat így tudják támogatni, hogy vesznek tokeneket, a játékosok abba kapnak fizetséget, lehet majd coachhoz jelentkezni, hogy valaki engem tré tréningeljen, és akkor szintén a tokenekkel fogok fizetni, a rendezvények is erre fognak épülni. Tehát itt mindig fontos a kereslet-kínálat, amit betesznek egy token mögé, hogy miért is vegyem meg azt a tokent, és hogyha megveszem, mire tudom használni. És például itt a metaplayerzeseknél látszódik az, hogy minden, ami e kapcsolatos, akár a rendezvényre való belépéstől kezdve, ezt a tokent fel tudod majd használni. És minél nagyobb körben tudod használni, annál nagyobb lesz az értéke hosszú távon. Ide most lenne egy nagyon specifikus kérdésem, mert kíváncsi vagyok a válaszodra. Nem tudom, hogy te a mi könyvklub szolgáltatásunkat ismered-e, vagy így nagyjából. Így ismerünk, igen, igen. A lényege az, hogy le vannak rövidítve a könyvek, és azokat lehet meghallgatni előfizetéses rendszer. Szeretnénk behozni a koinokat. Uh -huh. És azon is gondolkodtam, hogy lehet, hogy egy ilyen native token formájába kéne behozni ezeket a koinokat. Te hogyan tudnád elképzelni ezt, hogy ebben az applikációban hogy lenne értelme a koinokat behozni szerinted? Egyébként rajta vagyok már jó sok ideje azon, hogy találjak, vagy építsek igazából egy olyan csapatot, akivel egy ilyen web 3.0-ás projektet minél profibban össze tudunk rakni igazából most már ott tartok, hogy ez egy-két hónapon belül megvalósul. Én is most alakítom át a tanfolyamomat, az egész weboldalt, és szeretnék én is a jövőben erre egy tokent létrehozni. Úgyhogy lehet, hogy, hogy erre mondjuk visszatérhetnénk egy pár hónap múlva, és akkor tudnék erre mutatni egy nagyon profi tervet, úgymond, hogy ezt hogy lehetne kivitelezni. Az biztos, hogy, hogy, kell erre egy komoly csapat, és ezt össze kell komolyan tenni, és tényleg az, hogy hogy osztod meg a tokenjeidet, miért adsz, és az mire lehet felhasználni, az nagyon sarkalatos pont. Tehát nálad mondjuk az, hogy valaki mondjuk tanul, meghallgat egy hangos könyvet, és azért mondjuk kap egy tokent, az, az szerintem egy reális elképzelés, és akkor, hogyha valaki végighallgatja, akkor mondjuk esetleg kap annyi tokent, amivel még igazából pénzt is tud keresni, akár a havidíj is megtérül neki. Tehát egy ilyen rendszert kell kiépíteni. Mm -hmm. És akkor az, ez amúgy jól tud működni, és ösztönzi az embereket. Vagy arra mondjuk kap tokent, hogyha meghív valakit, vagy az ő meghívottja, hallgatja ezt. Úgyhogy lehet így utalmazni, úgymond az embereket. Szuper, nagyon jó. Metaverzummal kapcsolatban még egy kérdés. Mondtad azt ugye, hogy ez decentralizált lesz teljesen. De mi van azzal akkor, hogy most a Facebook átnevezte magát Metára, és hogy ugye ő is fejleszt egy metaverzumot? Most egyre több Cégtől halljuk azt, hogy ő is belekezdett egy metaverzum fejlesztésbe. Viszont, hogyha most tegyük fel a Facebook, eljutod hogy ki fejlesztést a metaverzumot, és egyre több ember benne lesz, akkor ez mégsem lesz annyira decentralizált, vagy de? Igazából tehát valahol én azt látom, hogy nem a Facebook lesz az a cég, ami ebbe a metaverzumos világba előre fog jönni. Azért viszonylag nagyon korán történt ez a lépés, hogy metává nevezte magát, és maga a metaverzumnak azért a fogalma, meg az, hogy milyen lesz ez valójában, ez sincs úgy igazán tisztázva, hogy szerintem egyébként nem a Facebook amekkora a közösségi médiába közel se lesz akkor a metaverzumok világába. Talán szerintem ők inkább a cégek felé fognak elmozdulni, hogy beülsz egy irodába, és akkor ott ugye céges meetingeket tartasz. Én ezt látom, hogy ebbe az irányba mozdultak el, meg fejlesztenek is erre egy ilyen szemüveget, amit fölteszel. Ők, ők, inkább szerintem ezt a workspace-t akarják kialakítani, hogy maga mm -hmm. a munka, a cégeknél ez az iroda igazából lecserélődjön erre a meta, meta bizniszre, úgymond. Mm -hmm. Tudsz esetleg olyat mondani, aki szerinted befutó lehet ebbe a metavárzomban? Hát a Microsoft az nagyon nagy lépéseket tett. Ugye megvette az Activision Blizzardot is nemrég, yeah. 70 milliárd dollárért, ez yeah. elég kemény. <laughs> És ö, ők a háttérben nagyon, tehát igazából semmi info nincs róluk, de ők a háttérben szerintem egy nagyon komoly dologra készülnek. Úgyhogy én, én a Microsoftot egy nagyon befutónak tartom itt. Jó, hát akkor most a Revolutot mindjárt megnyitom, azt egy kis részvényt leszek. De menjünk tovább akkor. Vagy Metaverzumhoz van még valami, amit így kiegészítenél? Ja, nem, nem, menjünk az NFT-kre szerintem. Menjünk az NFT-kre. Ugyanez a kérdés, ismerem az NFT fogalmát, hogyan kezdjem el? Alapvetően az fontos látni az NFT-knél, hogy ugye az non-fungible tokennek a rövidítése, ami azt jelenti, hogy nem lehet mással elcserélni, tehát egy adott NFT az úgy néz ki, hogy a blokkláncon egy blokkot létrehozunk, abba egy adatsor bele van kódolva, és ez olyan, mint egy széria szám, hogy mindegyik egyedi, és egymás ugyan nem lehet elcserélni. És, Ebből kiindulva ugye a tokenek és a coinok, tehát a rendes kriptovaluták viszont egymással felcserélhetők, tehát nagyon fontos látni, hogy mondjuk ha van egy bitcoinom, azt veled egy bitcoinra át tudom bármikor cserélni. Viszont ha megveszek egy NFT-t, azt nem tudom eladni, mert nincs likviditás mögötte, akkor fogom tudni eladni, hogyha jön valaki, és azt mondja, hogy én ezt megveszem tőled egy bizonyos áron. Tehát ilyen szempontból az nft ek sokkal rizikósabbak, mert ha találsz egy jó projektet, veszel egy jó NFT-t, akkor sem biztos, hogy azt másnap eladod, lehet, hogy fél évig benne áll a pénzed. Én javarészt inkább a kereskedés és a befektetés a fókuszálok, meg szerintem első körben erre érdemes, de aki NFT-kkel foglalkozik, és jobban benne van, azok is egyébként úgy vesznek meg egy-egy projektet, hogy lehet, hogy fél évig ott áll abba a pénz, és jó, utána lehet ötször annyira eladja, de nem tudod ezt kiszámítani. Tehát ilyen szempontból sokkal rizikósabb. És egyébként az NFT-knél is nagyon fontos az, hogy ott legyél az elején. Tehát ugye ezeket a kollekciókat mindig úgy adják ki, hogy van egy úgymond egy ilyen whitelist, amire föl tudsz iratkozni, és akkor ott kisorsolják, hogy ki az, aki első körbe vásárolhat ebből. Ugye jellemzően tízezer darabos kollekciókat adnak ki, és most már azt is csinálják, hogy hogy te úgy kapod meg az NFT-det, hogy nem látod, hogy a tízezerben melyik a tied, csak kapsz egyet, és később rivillelik, később fedik fel, hogy melyik a tied, úgyhogy ezt is már így kezdik még jobban bonyolítani, és tényleg ez attól, attól függ, hogy az NFT mögött is milyen előnyök rejlenek. Például ott van ez a Bordép jaklábos NFT sorozat, ami most már ilyen 100 Ethereum egy darab, és amögé most már fejlesztenek saját játékot, sőt kijött a saját tokenjük, ez az éptoken token is, és folyamatosan adják a tagoknak, ugye aki benne van és legalább egy NFT-t birtokol, folyamatosan igazából pénzt keresnek azzal, hogy az az NFT-jük ott van. Illetve ott van még Gary V. Biztos ismeret, olyan. ismeritek. Ő, ő egyébként az NFT világban nagyon nagyot alkot, és jelenleg már lehet így coachingot venni hozzá, egy-egyes tanácsadásokat, hogy megveszed az ő NFT-jét, és akkor azt tudja az a kártya úgymond, hogy te hivatalos vagy hozzá egy tanácsadásra. Úgyhogy ezeket az előnyöket fűzik hozzá. Sőt, pont most voltam, hogy nem tudom, tudtad rá, mert ugye kijött neki ez a WeFriends nevezetű még múlt évben. Nagyon erősen gondolkodtam, hogy vegyek de aztán nem vettem egyet, rosszul tettem de voltak olyanok is, hogy ha megvetted a kártyát, akkor mondjuk játszhattál vele. Az hiszem volt sakk, volt ilyen csocsó, meg darts, meg ilyenek, és pont ma láttam az Instagramon, hogy tegnap volt az a nap, amikor meghívta ezeket az embereket magához, akik azt a bizonyos NFT-t birtokolták, és tegnap volt ilyen game day, amikor végig dokumentálta, hogy játszanak egymással. Igen. Szerinted de mi, mitől jó egy projekt? Tehát mit tesz kiemelkedővé egy NFT projektet? Mi az, ami miatt azt mondott te mondjuk, hogy na jó, ezt mondjuk megvásárolnám? Egyrészt maga a közönség, vagy a közösség, akire építik. De nagyon fontos, hogy legyen egy tábor, ugye, akinek ezt eladják. Tehát például, hogyha beszélünk egy sztárról, mint Gary v, nyilván nagyon sokan ismerik, ott van egy felvásárló, van egy keresleti kör. Tehát ezt kell egyrészt megnézni, hogy oké, te megveszed, de kinek fogod eladni? Vannak-e emberek, ugye, akik, akik ott vannak ebbe a közösségbe? Másrészt pedig az előnyök, amik csatlakoznak hozzá. Mik azok az ígéretek? Mindegyikhez tartozik egy roadmap, ahol mutatják, hogy negyed évente mi fog hozzá kijönni, és ők mit szeretnének ezzel elérni. Tehát ezekkel kell tisztában lenni. És tulajdonképpen ezeket ugye ilyen flipnek hívják, hogy megveszed, mondjuk 0,1 ethereum miért aztán 0,2-0,3-ért továbbadod. Itt nagyon fontos, hogy egyébként általában ezek a duplázások szoktak megvalósulni, tehát dupláron amúgy viszonylag gyorsan el tudod passzolni, hogyha egy jó projektbe bevásároltál. És az is nagyon fontos, hogy azért viszonylag a szerencsén múlik ez, mert azért, mikor kijön egy projekt, akkor hirtelen mindenki meg akarja venni, és egyáltalán nem biztos, hogy te egyáltalán tudsz venni abból az NFT-ből, úgyhogy sokszor ez egy kicsit ilyen szerencse alapú is. Nagyon kíváncsi vagyok erre a válaszra. Tudsz-e magyar projekteket felsorolni? Nem nagyon követtem egyébként, tehát hogy így magyar NFT projekteket. Azt néztem, hogy ugye felállították ezt a Satoshi szobrot, és hogy ahhoz elvileg jön ki NFT kollekció, azzal találkoztam, de így kifejezetten magyarokat nem. nem Csak ma nekünk is van egy NFT kollekció, ami nem soká fog kijönni majd. Igen. Sőt, hozzáteszem, hogy Magyarországon NFT témakörbe, a mi Discordunk a legnagyobb, azt hiszem ilyen négyezer tag van rajta, rajta kb. Aha. Meg egy másik, hogy az egyik barátomat is mondjam, a Gárolinak, nem tudom, mit ismeri a e TikTokról, neki is van egy a Betyár DAO nevezetű, meg igen, az, azt láttam egyszer, tényleg. az az ígéret, hogy az az első ilyen magyar DAO. Uh -huh. Annyi az övé a van, a miénk az az Ethereum, a pol, Polygon chain lesz, tehát az ilyen ethereum a sidechain mondjuk, vagy nem is tudom, Léjjörtúmagon. Úgyhogy ez a kettő magyar projekt lesz, ami ilyen ajánlom majd a figyelmedbe ezeket. Tök jó. És mit tesztek hozzá, milyen előnyöket? Az ígéret az ugye, hogy most ez kicsit hosszú lesz, de kettő dropja lesz. Lesz az első kategória, amiből még nem tudjuk, hogy hány darab lesz pontosan, de ez egy nagyon-nagyon olcsó lesz, ilyen 1000-5000 forint közötti, direkt azért van a Polygon chain hogy minden fiatalnak ez lesz, mondjuk az első NFT-je. Vannak ingyenes tananyagok, angol nyelven egyelőre, és akiknek, akik birtokolják az első kollekciót, azoknak magyar nyelven lesz ingyenes NFT tananyagok, videós is, meg írott formában is, meg podcastek is. Uh -huh. Például hasonló podcastek, mint ez, és akkor lesz mondjuk egy olyan rész, ami, ami csak ott lesz elérhető. Uh -huh. Tehát, hogy csak ők tudják meghallgatni. Ez jó, ez jó. Lesznek online, meg offline események. Pont három héttel ezelőtt volt egy offline esemény Szegeden, és ott voltunk. Az még nem volt teljesen meghirdetve, de így is 12-en már ott voltunk belőle, uh -huh. és Szegeden volt, nem Pesten, úgyhogy ez egy tök jó szám volt ebből. Meg lesznek, ugye, ahogy mondtam, online események, ahol, meg tudod, online vagyunk mondjuk egy Zoomba, meghívunk mondjuk téged, vagy hasonló ilyen kripto szakértőket, vagy akik benne vannak ebbe a témába, és akkor tőlük lehet kérdezni, velük beszélgetünk, ilyesmi. Uh -huh. Úgyhogy nem akartam azt, hogy ilyen túl nagyot ígérek, és aztán nem teljesítem. Inkább úgy voltam, hogy lesznek ilyen ígéretek, amik biztosan megvalósulnak. Aztán lehet, hogy még hozunk valami meglepetést is a végére. Uh -huh. Jó, szuper izgalmas, hangzik. <laughs> Oké, és uh, NFT-nél. Nézzük meg azt akkor még, hogy NFT-nél lehet-e olyan, hogy te nem flippelni veszed, hanem mondjuk befektetés tehát uh -huh. hosszú távú befektetésképpen. Itt még annyit fűznék hozzá egyébként, az a gondolat jutott eszembe, hogy fontos ez, a, amit le is mondtál, hogy olcsó legyen első körben, hogy megjelenik. Tehát, hogyha egy olyan NFT kollekcióba vásárolsz bele, ami már a kezdetén drága, szerintem azokat érdemes elkerülni. Még ez jutott eszembe, mert ott, ott sokszor lehet azt tapasztalni, hogy mondjuk ezer dollár az elején, aztán meg már egyre kevesebbé adják el mm -hmm. az emberek. És ugye ez jó, ahogy ti is bevezetitek, hogy minél olcsóbb legyen az elején, hiszen az a jó, hogyha aki megveszi és továbbadja, az is tud rajta pénzt keresni. Igen. Hiszen ő még feljebb tudja tenni az árát, és akkor mindig-mindig egyre feljebb megy az ára, és keresnek rajta pénzt az emberek, és így lesz ez sikeres. Tehát ez, ez egy fontos jellemzője. Most láttam, hogyha is nem tudom, azt ismered, hogy, hogy nagy NFT-ket, tehát tényleg ilyen bortépes NFT-ket mm -hmm. meg lehet venni egy ilyen fraction, tehát egy ilyen kis részét az NFT-nek. Mm -hmm. És akkor ezt úgymond, mint van egy, egy darab NFT, és ezt feldarabolják még tízezer darabra, Igen. és te meg tudod csak az egy kis részét venni. És sok ember, akit néztem, amerikaiak is, azt mondják, hogy ha, ha kezdő vagy ebbe, és hosszú távú befektetést akarsz NFT-be, akkor megéri egy ilyennek a kis darabját megvenni, amilyen úgymond meta vagy úgymond ilyen blue chip NFT-k, mert azok valószínűleg felje fognak menni. Tehát mondjuk egy bordép valószínűleg többet fog érni az évek során. Igen, mondjuk ott is elég nagy hype kapott a a Jaklábbé, és azért könnyen szerintem a trónról le tudják dönteni már. Tehát annyira magasan van, hogy tehát eze, ezeket már nem szabad. Nyilván nem is tudja az ember megengedni magának. Tudsz olyat esetleg mondani, ami szerinted ledöntheti? Hát az a helyzet, hogy, hogy itt az nft kbe én, én azt látom nagyon jónak szerintem, ami, ami egy játékhoz kötődik. Uh -huh. Tehát mondjuk megveszel egy, egy NFT-t, és akkor az neked egy karakter egy játékba és mondjuk azt a karaktert te tudod fejleszteni, és akkor azáltal igazából növekszik az értéke, hiszen egyes szintről mondjuk tízesre felfejlesztesz egy karaktert, és azt továbbadod azoknak, akik játszanak ezzel a játékkal. Van egy ilyen kártyás játék, ez a Splinter Shards, ez a legnagyobb amúgy ö, ö, a tábor tekint, hogy hány ember játsza. Jelenleg amúgy az összes játék közül ezt játszák a legtöbben a kriptóban. Mm. Igen, ez egy ilyen kártyás játék. A Hearthstone-hoz hasonlít, az volt ugye Igen, ez a kártyás. Igen, ahhoz hasonló. Tehát ott például szerintem megéri ezekbe befektetni, mert ott játszanak vele az emberek, használni fogják, de azt a figurát föl tudod fejleszteni, és lényegében a te befektetett energiát biztosan növeli az értékét, ott nem vagy kitéve a piacnak. Azokat kicsit kevésbé ajánlom, ahol, ahol ugye tényleg csak valamilyen ígéret van hozzá, meg majd a jövőbe talán kijön egy játék, tehát azokban azért nehéz hinni. De amikor már ott egy játék, és abba belevásárolsz, akár ugye egy földterületet is, azok Igen. is NFT-k, szerintem azok jobbak. Például említettem ezt a TCG World nevű játékot, ott is első körbe egy BMB-ért jöttek ki a területek, aztán ahogy elfogyott a Priscél, utána már rögtön 7 BMB volt ugyanaz a földterület. Tehát ott igazából meg 7 szerezted a pénzed, és még ki se jött a játék. Tehát mi lesz, ha majd kijön, és akkor lesz rá még nagyobb kereslet. Gyors kérdés, ebbe a kártyás játékban mennyi a beugró? Tehát, hogy a fiatalok is tudják, hogyha valaki el akarja kezdeni. Itt amúgy viszonylag olcsó, tehát főleg most, hogy lent van a piac, amúgy szerintem pár száz dollárok. Oké, és a következő kérdés, ami már egy kicsit összefoglalja ezeket, amikről beszéltünk. Számszerűsítve neked, hány darab különböző befektetésed van szerinted? Akár NFT, akár kriptó. Crypto... Tehát csak a kripton belül? A kriptó, NFT, metaverzum, minden. Tehát, hogy hány darab, arra vagyunk kíváncsiak. Húha. Ez, hát, hogy hány projektbe vagyok benne? Igen. Elég csak egy ilyen nagyjából számot mondani. Egyébként most idén már, ahogy elkezdett esni a piac, elég fókuszáltan kezelem. Tehát amiben tényleg mondjuk nagyobb összeggel vagyok benne, szintén ilyen négy-öt darab amúgy. Tehát nagyon, nagyon összeszűkítettem, mert láttam azt, hogy mi, mi, az, ami tényleg működik a piacon, és mi az, ami mondjuk a zuhanás ellenére is tud működni, és azokba fókuszáltam a tőkémet én is. Ez lett volna a következő kérdésem, hogyha ne mondjuk ilyen sokba benne, vagy még 10-20-ba, akkor hogy tudod azt menedzselni? Hát igen, azt nehéz menedzselni. <laughs> Tehát nincs rá akkor semmilyen platform, meg ilyenek, ahol látod egybe az összeset. Van egy Coinstats nevű oldal. Stats. Azt össze tudod kötni a Metamaskoddal is, a coinbase fiókoddal is, bármivel, és az mutatja, teljesen monitorozza. Ugye egy api össze van kötve, és akkor élőben monitorozza, hogy te hogy állsz. Ott, ott, szerintem jól lehet követni, de simán a coinmarketcap en is egy portfóliót be lehet írni, hogy te mit, milyen áron vettél meg, meg mekkora mennyiségbe, és akkor látod az árfolyam változást. Szuper. Szerintem igazából mindent megbeszéltünk itt. Van esetleg valami, amivel még kiegészítenéd? Hát rengeteg dologról lehetne még beszélni, de de szerintem ez így ad egy képet az embereknek. Nézzük meg, hogy mennyien hallgatják majd meg ezt a podcastot, aztán lehet, hogy egy következő epizódot is összehozhatunk belőle. Oké, okay, és benne vagyok. Köszönöm, hogy itt voltál, Dani. Legjobbakat. Köszönöm, hogy meghívtál.